A hagyományoknak megfelelően a celebránsok és az asszisztencia bevonulásával kezdődött a 24. Jászvilág találkozó ünnepi szentmiséje Jászfényszaron a római katolikus templomban. Ha önmagunkra találunk és identitásunkat megerősítjük, a hagyományainkat felélesztjük, megerősítjük, gyarapítjuk és továbbadjuk utódainknak, azt lehet úgy is tenni, hogy az mindenki javára válik. És ebben tud nagyon szép utat mutatni nekünk a kereszténység szent hagyománya. Az összesereglett jászokat Kis Gábor esperes plébános, érseki tanácsos köszöntötte, mondani valójában felidézve az igaz hit és a hagyományőrzés kapcsolatát s fontosságát. Éljünk azokkal a lehetőségekkel, amelyek bennünket egyházunkhoz, Jézus Krisztushoz kapcsolnak, és ezek az eszközök belőlünk igazi közösséget képesek kovácsolni. A szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta, aki prédikációjában kiemelte, hogy életünket igaz hittel és Isten útmutatásával érdemes élni. A szeretet kapcsolja össze az embereket és tartja össze a közösségeket. Erre pedig remek példa a jászok közössége. A szentmisét követően a már kialakult gyakorlat és forgatókönyv szerint ebben az évben is látványos felvonulással vezetett a Jászvilág találkozó vendégeinek útja a díszünnepség helyszínére. Közel 40 jász és kirajzott jásztelepülés, több mint 1000 fővel vonult a menetben. Puszta monostor is jásztelepülésnek vallja magát. Településünk apréja nagyja ilyenkor lelkét is csinosítja, takarítsa, és nyilván a hagyományőrzőkkel, a civilekkel, az íjászainkkal, a fiatal művészeinkkel mi is megfelelő módon veszünk részt ezen a világtalálkozón. Ez mindig egy olyan ünnep nekünk, amit azt hiszem, hogy egy egyedülálló minden település életében, mikor a világtalálkozón képviselhetjük. Büszkén viseljük a viseletet, büszkék vagyunk arra, hogy jászok vagyunk. A felvonulás a város központtól indult a Szabadság úton, egészen a művelődési házig, majd vissza a díszünnepség helyszínére, ahol ismertették a települések legfontosabb történelmi sajátosságait.